új büfé nyílik Kisteleken, a tulajdonosát kérdeztük a kínálatról és a várható nyitásról. Új büfé nyílik Kisteleken, a tulajdonosát kérdezzük magáról a büféről és magáról, hogy miért is pont Kisteleken nyitották ezt a helyet. Köszöntelek, hogyan is indult Szegeden annó ez a családi vállalkozás és hogyan is kerültetek Kistelekre? Szia! Először is szeretnék egy helyesbítést tenni, ugyanis ez a kisteleki üzlet, ez nem konkrétan a mi üzletünk lesz, hanem egy franchise hálózaton belüli más vállalkozás által működtetett kis büfé lesz. Ezt egy régi kollégánk fogja csinálni, ő már 5 évet dolgozik nálunk, és néhány évvel ezelőtt kiköltözött Opusztaszerre, és most egy néhány hónapja kezdtünk el arról beszélni, hogy mi szeretnénk terjeszkedni, ő pedig szeretne önállósodni. Mivel ő Opusztaszerre költözött, ezért kézenfekvő volt, hogy itt Kisteleken, amit néhány kilométerre van, nyissunk egy olyan üzletet, ami már a saját vállalkozása, nem pedig alkalmazottként fogja csinálni. Milyen ételeket kínál a büfé, mik lesznek itt megtalálhatóak? Elsősorban hamburgereket készítünk, nagyjából egy 10-12 félét fogunk itt árulni, emellett még vannak hotdogjaink, illetve frissen sültek is, de igazából ezeknek a száma az étlapot tekintve elenyésző. Ezek csak, hogyha éppen valaki nem akar hamburgert tenni, akkor legyen más választási lehetősége. A hamburgerek a mi erősségünk. Azt gondolom, hogy nagyon egyedi és nagyon sajátos étlappal dolgozunk. Minden összetevő nagyon, nagyon érdekes és különleges és nem szokványos. Tehát a boltban nem megvásárolható alapanyagokkal dolgozunk, és ettől egészen más a végeredmény, még a klasszikus vonalhoz tartozó burgereknél is. Lesznek olyan szokatlan összetevők, mint mondjuk a hagymelekvár, vagy az uborkarel is, amik nem szokványosak a hamburgerekben. Hozzátartozik, hogy az összes szósz saját gyártású, tehát mi keverjük a majonézt, főzzük a mustárt, a ketchupot, a barbecue-t, a dinsztelt káposztát, tehát minden, amit a hamburgerekbe belerakunk, az saját készítés. Kivéve a bucit, mert azt mi is úgy vásároljuk meg, ott még nem tartunk, hogy azt is magunknak tudjuk előállítani. Vannak erre irányuló törekvéseink, de még ezt a lépést sajnos nem tudtuk megtenni, ez még azt gondolom, hogy egy pár évig eltart. Mi az, amiben másabbak vagytok szerinted, mint egy másik hamburgerező, azon kívül, hogy mindent saját magatok készítetek? Hát azon kívül, hogy mindent sajátunk, nyilván ez a legfőbb erősségünk. Ami még mássá tesz bennünket, az a kommunikáció. Tehát mi egész más, hogy kommunikálunk, mint általában a hozzánk hasonló burgerezők. Nagyon őszinte, sokszor önkritikus, próbálunk viccesek lenni, néha ezt félreértik az emberek, de egy ilyen sajátos kommunikáció az, ami bennünket mássá tesz, mint a többiek. Jelen pillanatban még hol vannak ilyen hamburgerezők? Ebben a pillanatban Szegeden, ahol eredetileg elkezdtük ezt a tevékenységet, illetve Székutason és Hódmezővásárhelyen vannak még ilyen burgerezők. A közeljövőben, ami azt jelenti, hogy nagyjából egy hónapon belül nyílik még Makón, itt Kisteleken, illetve Szarvason. És hát tervünk az, hogy ezt még tovább bővítsük. Még az elején vagyunk ennek a folyamatnak, rengeteget kell tanulnunk, rengeteg hibát követtünk el, hatalmas áldozatokkal járt ez, de nagyon izgalmas és új perspektívákat nyújt ez a franchise lehetőség. Mikorra várható a nyitás? Hát még a munka oroszlán része az hátra van, de hogyha sikerül fölpörgetni itt az eseményeket, akkor én azt gondolom, hogy június elején, akár már elsején ki tudunk nyitni. Ez nem csak rajtunk múlik, hanem a szakembereken, illetve hát a hatóságnak a gyorsaságán is, de azt nem tartom egy irreális időpontnak. Újra nyitott az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. Kertész Péter ügyvezető igazgatót kérdeztük az elmúlt fél évről, a nyitásról és a jövőben várható tervekről. Megnyitott a kapuit az Opusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, a nyitásról kérdezem Kertész Péter ügyvezető igazgatót. Köszöntöm Önt! Először is kezdeném azzal, hogy az elmúlt fél évben, amíg záró volt a park, mik is történtek. Jó napot kívánok!
Hát az elmúlt fél év pandémiás időszaka alatt sem tétlenkedtünk, hiszen számtalan olyan munkába fogtunk, amiben nem volt időnk tulajdonképpen itt a nyitás alatt, illetve hát az elmúlt időszakban még nyitva volt a park. Hál' Istennek 7-én megnyithattuk a kapuinkat, ezért olyan fejlesztésekkel is vártuk a látogatókat, amik elsősorban látogatói kényelmi szempontokat találnak. Igazából egy játszóteret építettünk, talán amit legfontosabb megemlítenem, hiszen ez egy hiánypótló beruházás volt az emlékparkban, hiszen nagyon sokan, akik ide érkeztek családdal, keresték a régi játszóteret, ami sajnos nem volt EU-kompatibilis, úgyhogy le kellett bontanunk, de most egy nagyon szép erdei játszó ösvénnyel várjuk az ide érkező családokat, ahol a gyermekek természetesen nagyon jól érezhetik magukat, és emellett a felnőttek is szép környezetben kipihenhetik magukat, illetve játszhatnak a gyermekekkel együtt. Ugyanakkor egy Turinform irodát is építettünk, amely nem csak Turinform irodaként szolgál a bejárat mellett, hanem egy információs központként is. Oda került tehát a közönség kapcsolati irodánk is. Itt számos olyan információhoz juthatnak a látogatók, amely eddig a pénztárosokat terhelte, illetve őket kérdezték meg. Most már erre nincs szükség, bemehetnek nyugodtan a látogatók, és az egész napos programjukat a kollégák segítségével összeállíthatják a parkban, és így csak a pénztárhoz jegy vásárlásként kell odaérkezniük, de egy új mobil applikációt is fejlesztettünk, illetve online jegyértékesítési rendszert, aminek következtében az ideérkező látogatók elővételben is meg tudják vásárolni a jegyeket, tehát ha valaki nem akar aznap sorban állni, akkor előző nap akár megvásárolhatja a jegyét egy online jegyértékesítési formában, amiről a honlapunkon bővebb információkat kaphatnak. Természetesen a tudományos munkát sem szorítottuk háttérben, hiszen számos új könyvet jelentettünk meg, illetve két új kiállításon is dolgozunk. A kollégákkal dolgoztunk, néprajzi kiállítások, állandó kiállítás, ilyen egy cipészműhely megmentése, amely innen a környékről van, illetve a Balázscsai Tanya világban felleltünk egy régi bognár műhelyt, amely teljes egészében sikerült megmentenünk az eszközkészletét, ezt is kiállítottuk az emlékparkban, úgyhogy ezt is meg lehet tekinteni, nagyon érdekes lehet a környékbeliek számára, de hát a messzebbről érkező vendégek számára is ez egy nagyon érdekes és értékes kiállítás. A nyitás kapcsán számos olyan óvintézkedést kellett bevezetnünk, amelyre a kormányrendelet nem terjedt ki. Igazából védettségi igazolvánnyal léphetnek be az emlékpark területére a nagykorú látogatóink. Ez a kiskorúakra még nem vonatkozik, tehát a 18 év alattiakra nem vonatkozik. Ugyanakkor bevezettük azt is, hogy zárt térben még maszkot kell használni és maszkot kell viselni. Ez azért történt, mivel a kiskorúaknak nincs védettségi igazolványa, azért a egymásra, a kollégákra és a vendégekre is így tudunk vigyázni, hogy a zárt térben a maszk használat kötelező, de számos helyre tettünk ki fertőtlenítő pontokat, illetve hát 55 hektáron terül el a park, úgyhogy szabad téren is nagyon jól érezhetik magukat az ideérkező látogatók. Én azt gondolom, hogy érdemes eljönni az Óbusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, hiszen a nyitás kapcsán most már egy kicsit tudunk itt lazítani jó időben, szabad időben, de hát készülünk még számos más programmal is, ilyen például az Arany Ezüst Vas című kiállításunk, amelynek a megépítése most már elkezdődött, és június 4-én szeretnénk nyitni ezt a kiállítást. Ez a Kárpát-medencei hunok történetét és régészeti hagyatékát foglalja össze. Ekkora kiállítás még nem volt Magyarországon. 7 múzeumnak az anyagát, régészeti leletét láthatják az ideérkezők nyáron itt az Óbusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Az Országos Tudományos Diákkari Konferencián első helyezést érte el Lantos Viktória. Őt kérdeztük magáról a versenyről és a pályamunkájáról. Vendégünk Lantos Viktória, aki az Országos Tudományos Diákkari Konferencián első helyezést érte el. Köszöntelek. Beszélnél egy kicsit erről a versenyről, valamint a pályamunkádról? Igen, nagyon szívesen. Ebben a tanévben kezdtem el foglalkozni a kutatásommal. Én a Daphne koncepciót kutattam, ami röviden annyit takar, hogy az idegen nyelv tanításában azok a diákok, akik először angol tanulnak, és utána tanulják a németet, egy kicsit másképpen közelíthetők meg, és ezt a koncepciót kutattam tankönyvekben, hogy megjelenik-e. Ősszel volt a Kari TDK konferencia, itt
a szaktársaimmal együtt vettünk részt, ketten vettünk részt Szegeden a Juhász Gyula pedagógus képzőkarnak a nemzetiségi német tesei közül, és utána a döntő, az pedig most volt nemrég, egy pár héttel ezelőtt, és ott pedig én a tanulás és tanítás tudás technológiai szekcióban vettem részt. Ezen belül is az idegen nyelvek tanításának a tantárgy pedagógiájának a szekciójában. Itt kettő szekció is volt, én a németesekkel voltam együtt, és ott értem el ezt az első helyezést. Egyébként mindegyik pályamunka nagyon, nagyon minőségi és nagyon jó volt, úgyhogy ha rajtam múlott volna, én nem tudtam volna dönteni. Nagyon jó volt a többieket meghallgatni, és általuk is rengeteget fejlődtem. Ugye online formában rendezték meg ezt a versenyt, mennyivel volt másabb így? Igazából a legnagyobb különbség az volt, hogy egy nagy élmény kimaradt ezáltal, hogy nem mehettem el Nyíregyházára. Ugye ott egy csomó konferenciára beülhettem volna, rengeteg élménnyel gazdagodtam volna. Ezt kicsit sajnálom, hogy ez elmaradt. De egyébként attól függetlenül, hogy online rendezték, meg nagyon jó volt ez a konferencia is. Én amiatt éreztem magam komfortosan, mert azért már elég régóta online oktatásban vagyunk, az egyetemen is sokszor kellett előadnom így online formában, illetve most a tanítási gyakorlatomat is online kellett végeznem, úgyhogy így az nem volt számomra nagy nehézség, hogy online adjak elő. Inkább csak az élmény az, ami hiányzott, és amit sajnálok, hogy nem élhettem át. Angollal és némettel foglalkoztál. Ez a két nyelv tanulásában mi az, amit segíteni tudsz azoknak, akik most szeretnének nyelvet tanulni? Én úgy gondolom, hogy ez a téma azért nagyon aktuális ma, mert ugye az angol egy világnyelv, amivel nap mint nap találkozunk, és a német nyelvvel pedig inkább majd csak a középiskolában találkoznak a diákok, ami nem feltétlen ideális, mert akkorra már igazából a motivációjuk annyira nem nagy, hogy egy új nyelvet is megtanuljanak, hiszen mindenkinek arra van a legnagyobb motivációja, hogy az angolt megtanulja, hiszen az a világnyelv, és aki már megtanulta az angolt, sokszor úgy érzi, hogy hát neki igazából már nincs is szüksége másik nyelvre. Pedig ez nem igaz, hiszen az idegen nyelvtanulás az mindig egy nagy pluszt jelent, és mindig érdemes minél több nyelvet megtanulni, annál fejlettebb lesz az ember, és annál több mindent tud elérni az életben is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha lehetne először németet tanulni, és utána angolt. Egyfelől azért is, mert a német a kezdetek kezdetén egy bonyolultabb nyelv, és utána egy kicsit talán könnyebb az angolba is belefogni. Másfelől meg azért, mert az angol még mindig motiválóbb, mint a német nyelvtanulás, úgyhogy ezért is érdemes esetleg későbbre tartogatni, mert még akkor is megtanul az ember angolul, meg muszáj neki. Kik segítettek neked ebben a projektben? A legtöbb segítséget a témavezetőmtől, dr. Sárvári Tündétől kaptam. Ő volt az, aki az elején felkarolt, és akinek elmondtam, hogy nagyon érdekel ez a téma, és akkor segített nekem, hogy a megfelelő szakirodalmat megtaláljam hozzá. Végig segítette a munkámat, és mindig figyelemmel kísérte, hogy éppen hol tartok a kutatásban, és tényleg neki köszönhetek a legtöbbet ebben az egész munkában. Az első helyezéssel együtt jár egy díj, egy szakmai évkönyvben való publikálás. Mondasz erről néhány szót nekem? Igen, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés nekem, hogy ebben az évkönyvben publikálhatok, hiszen tanáraim is publikáltak ebben a könyvben, illetve olyan nagy emberek a szakmában, akikre tényleg felnézek, és akik rengeteg kutatásban részt vettek, és rengeteget letettek az asztalra, és nekem ez egy ilyen kapu a kutatás világára, és egy iszonyatosan nagy élmény, hogy tényleg megjelenhet az első tudományos munkám, és erre nagyon büszke vagyok, és nagyon hálás vagyok, hogy ezt elérhettem. Távlati terveidről esetleg néhány szót? Igen, mindenképp szeretnék majd tanár lenni. Középiskolában szeretnék magyar nyelv és irodalmat és német nyelvet tanítani. Ez egy régi álmom. Nagyon-nagyon szeretem ezt a korosztályt, a középiskolásokat, és nagyon várom már, hogy végre én is tanár lehessek, és bemehessek közéjük, és együtt alkothassunk valami szuper dolgot. Egy pályázatnak köszönhetően fejlesztette vállalkozását Horváth Csaba. Őt kérdeztük a pályázatról.
Több fiatal is pályázhatott Kisteleken vállalkozás indításra, vagy vállalkozás fejlesztésre. Nem volt ezzel másképp. Horváth Csaba sem. Köszöntelek. Te hogyan is találtál rá erre a pályázatra, és milyen kritériumoknak is kellett, hogy megfelelj, hogy fejleszteni tudd a vállalkozásodat? Szervusz, üdvözöllek. Én a Facebookon találtam rá erre a lehetőségre, a pályázati lehetőségre. Ugye a kritérium volt, hogy 35 év alatt jelentkezhettek, mivel 34 éves voltam, ezért úgy gondoltam, hogy még gyorsan meglovom a lehetőséget, és szerencsére sikeresen pályáztam. Nekem van egy hitel és biztosítás közvetítő irodám itt Kisteleken, a feleségemmel közösen vezetjük, és ebből a pénzből, amit elnyertünk, az irodát fejlesztettük, illetve az eszközparkot, tehát laptopot, ilyeneket vásároltunk belőle. Beszéljünk egy kicsit részletesebben erről a vállalkozásról, és hogy az említett dolgok mellett még mikben fejlesztettétek a vállalkozást. A cégünk azzal foglalkozik, hogy 14 biztosítóból, illetve 12 bankból megkeressük az adott ügyfélnek, ami számára legjobb ajánlatokat, és így tudunk nekik pénzt porolni, illetve olyan lehetőségekhez hozzájuttatni, amit hogyha mondjuk bemenne egy biztosítóhoz vagy bankhoz, nem biztos, hogy képbe kerülnének ezekkel. Hogyan is működik ez az iroda, és hogyan találhatnak meg benneteket? Fent vagyunk a Facebookon, illetve van saját honlapunk, ugye magyaralkusz.hu-n, illetve telefonon is el tudnak érni. Egyeztetünk általában egy időpontot az ügyféllel, vagy ügyfelekkel, attól függ, hogy mondjuk lehetnek házaspárok is, és első alkalommal mindig felmérik, hogy mik az igények, és kidolgozzuk az ő számukra legkedvezőbb ajánlatokat, és akkor utána az ügyfél pedig tud ezek között válogatni. Nagyon fontos, hogy az ügyfeleknek teljes mértékben ingyenesen dolgozunk, és az ügynökökkel ellentétben, mert az ügyfél érdekében dolgozunk. Illetve még az is nagyon fontos, hogyha természetesen, hogyha kár éri őket, például egy lakásbiztosításnál, akkor pedig a kárügyintézésbe is képviseljük őket. Miben is segített neked ez a pályázat? Legfőképpen ugye az irodánk belső arculata, illetve a külseje újult meg belőle, és az összes ügyfelünk, aki ugye visszatérő ügyfél, mindenki megjegyzi, hogy milyen szép új lett az irodánk, és mindig kihangsúlyozom, hogy a Kisteleki Önkormányzatnak vagyok ezért hálás. Miknek is kell még megfelelni ebben a pályázatban? Ugye vállaltuk az aláírással, hogy 20 alkalommal önkéntes munkát végzünk Kisteleki területén. Ez már ugye folyamatban is van, több alkalommal volt szemétszedés, illetve a polgárőrségnek is besegítünk. Ezt alapból egyébként mindenkinek ajánlom, aki kisteleki és úgy érzi, hogy szeretne tenni a városért, mert például egy szemétgyűjtés nem igényel, effektív egy pár kesztyűn kívül nagyon semmit, csak egy kis szabadidőt, és tényleg szebbé, élhetőbbé lehet tenni ezáltal a Kisteleket. Mit is adott neked ez a pályázat? Hát nyilván az anyagokon túl a többiek, akik a pályázatban részt vettek. Nyilván nagy részüket ismerem, de azért sikerült új arcokkal is megismerkednem, és jó, mert ők is ugye hasonló gondolkozásúak, ők is vállalkozó szelleműek, és tudunk akár egy közös vállalkozás indításon is akár ötletelni velük. Csapatbajnokságon vett részt a Revans Dáci Sport Egyesület. Az egyesület elnökét, Polyák Gézát kérdeztük az eredményekről. Egy hosszabb időszak után az első versenyén vett részt a Kisteleki Revans Dáci Sport Egyesület. Erről kérdezem az egyesület elnökét, Polyák Gézát. Köszöntöm Önt. Hogyan is telt ez a fél év, amíg versenyek nem voltak az egyesület számára? Mik történtek ebben a fél évben így? Hát ugye minden egyesületet, minket is roppant mód érintett ez a járványügyi helyzet. Igazság szerint a tavalyi év az olyan szépen el is ment, ahogy terveztük, úgy nem jöttek a versenyek, úgy ki a versenykiírásokban mindig módosítás született. Az a bizonytalan helyzet az nem egészen jól hozta azt, amit szerettünk volna. Ám bár januártól engedélyezték, hogy a versenyengedéllyel rendelkező játékosok edzhessenek, így nagyon szépen köszönjük az Onyxnak, hogy továbbra is biztosították a termet, ahol január óta elkezdhettük az edzést. Így nehezebben sikerült, mivel hogy azért ez a kihagyás azért meglátszódott mindenkin. Persze természetesen ezt a sportot lehet otthon is űzni, de a versenyt, illetve az edzéseket ugye nem tudja pótolni semmi sem. Így áprilisra készültünk, amikor a csapat bajnoki második forduló kezdődött. Mit tudhatunk erről a versenyről? Milyen eredmények születtek, hol zajlott pontosan, is kik vettek részt rajta?
A csapatunkban talán felsorolnám, hogy kik játszanak: Halász Levente, Takács Szilveszter, Kovács Lajos, Molnár Róbert és jómagam. Ez a csapat ez tavaly 2020-ban állt össze, akkor indultunk először versenyen. Azt kell tudni, hogy csapatbajnokságban, nemzeti bajnokságban három osztály létezik, ugye első, másod és harmadosztály, mivel hogy mi most indultunk először, így a harmadosztályba indultunk. Harmadosztályban, ha jól tudom, 66 csapat vesz részt ebbe a versenybe, 16 csoportra osztották a csapatokat, mi a 16-os csoportban vagyunk, a Tóth Komlóssal, Szegeddel és a Kecskemétnek a harmadosztályú csapataival mérkőzünk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden fordulóra valaki vendéglátó, oda elmegyünk, három meccset játszunk, és akkor utána az eredményeket írják be, és így lesz meg a csoport elsőség. Valószínű, hogy a csoport első fog játszani majd Pesten novemberben az osztályozó mérkőzésen. Nagyon jó eredményekről tudok beszámolni. Az első fordulót veretlenül megnyertük, így első helyről vártuk a folytatást. Ugye fél év kihagyás után most a második fordulót is megrendezték Szegeden, ahol szerintem a nagyon jó csapatmunkának köszönhetően ugyanúgy veretlenül megnyertük ezt a fordulót is, úgyhogy most a tabellát egész magas pontszámmal vezetjük. Milyen versenyek várhatóak a közeljövőben, és mikre készül az Egyesület, mik a tervek? Hát igen, a versenykiírás is ugye megszületett a Magyar Dárt Szövetség részéről, de ami nagyon képlékeny, úgyhogy előre tervezni nagyon nehéz. Ami úgy látszik, hogy most már biztos, hogy május 14-én a Magyar Dárt Liga fordulói folytatódnak, ahol mi leszünk a rendezők. Magyarul itt Kisteleken fognak játszani Békés Csabai, Szegedi, illetve Kecskeméti játékosok. Talán még azt tudom elmondani, hogy készülünk a csapatbajnoki harmadik fordulóra, ami júniusban fog megvalósulni. Pontos időpontot azért nem mondok, mert nem biztos, most is csúszott egy hetet a mérkőzés, és még ami nekünk nagyon fontos, a július 25-e, 24-25-ei hétvége, ami ki van írva, ami a Nemzeti Bajnokság egyéni fordulója, illetve a Magyar Kupa csapatbajnoki, amire nagyon szeretnénk készülni.